A Tököliben 17 éve hagyomány, hogy a legjobb tanulókat, sportolókat, kísérőjükkel együtt fogadás keretében köszöntik. A pozitív tökölis találmány az elmúlt években országos szinten is követőkre talált, az Ötletgazda intézményben pedig egyre több a kitüntetett. Idén 150 gyermek kapott meghívást az ünnepségre. Idén 17. alkalommal köszöntötték a Tököliben a győzteseket. A nagy napon a tanulmányi versenyek és a diákolimpiai, azaz iskolai szintű sportesemények városi, megyei dobogósai és az országosra bejutott diákok vehettek részt, egy kísérővel, hogy a létszámot kezelni lehessen. Szám szerint 150 tanuló, 150 szülővel és megszámlálhatatlan sok eredménnyel, mert bizony több diákot többször is az emelvényre szólítottak. Saját szorgalmoknak köszönhetően nyelvvizsgával büszkélkedhetnek. Mi is büszkék vagyunk rátok. Gratulálunk! Az idei lista az eddigieknél jóval hosszabb volt, ami azt bizonyítja, a Tököliben egyre több a jó tanuló, jó sportoló diák. A tanulói ifjúságunk egyharmada itt állt most, ugye hiszen mi 456 tanulónk van, és abból 150 gyerek azért itt volt most, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép szám. A tanulók nagy része tudatosan készül a versenyekre, mert a győzteseink köszöntésére dicsőség meghívást kapni. A gyerekek már szeptemberben arra készülnek, hogy győztesek köszöntésén szeretnék ott lenni. Na ez volt az a pillanat, amikor itt volt, és nagyon érezte magát, és mosolyogva jött ki, és tényleg még egyszer átérte azokat a szépségeket, amit a versenyeken és különösen jó helyezésnél elért. Az ide vezető út azonban nem egyszerű. Ha nem diákolimpiai sportot űz valaki, eleve nem vehet részt a nagy napon, mert akkor egyszerűen átláthatatlan lenne a rendszer. A mazsisok, táncosok, lovasok, és még sokáig sorolhatnám kik, nem jutnak be az ünnepségre, őket évközben rendszeresen elismerik. A győzteseink köszöntésén pedig csak a diákolimpiai sportágak eredményeit sorolják. Ugye a diákolimpiának van egy megfelelő metódusa, oda csak iskolán keresztül testnevelő tanárok nevezésével lehet bekerülni. Tehát ez legyen most Sotakántól megindítva tollaslabda, birkozás, teljesen mindegy, hogy melyik sportág, vagy kosárlabda, vagy kézilabda, vagy foci, az akkor diák olimpia, amikor a mi testnevelő tanáraink regisztrálják, és benevezik, szóval benevezik a gyerek, hiszen utána ugye az iskola színét képviselik. Ahhoz, hogy a gyermekek büszkén képviselhessék az iskola és ezáltal a város színeit, a pedagógusoknak, edzőknek, szülőknek nagyon sokat kell tenni. Mi nagyon komolyan veszük a munkánkat. A kollégáim nagyon komolyan felkészítik a gyerekeket a versenyekre, és ez most legyen, és most nem akarom megkezdeni, hogy milyen versenytől megindítva, de erre nagyon komolyan készülnek. És azt azért, azt gondolom, a szülők is nagyon jól tudják, hogy ami egy gyerek egyszer valamire komolyan készül, ott előbb-utóbb abból sikert is ér, pláne, ha az rendszeres. Nem csak, hogy most megint eszembe jutott, hogy nem. Na most ez az egyik a másik dolog. Az lehet, hogy úgy tűnik, hogy versenyistán vagyunk. Én azon a véleményen vagyok, hogy ahova a kollégák szeretnének elmenni a gyerekekkel együtt, mert ezért gyerekek tűnjön az igény versenyre, miért ne menjen el? A hosszú távú kitartó munka mindig eredményes. A kicsiket ebbe bele lehet nevelni, s ha jól végeztük a feladatot, akkor később a nagyoknak már elég az eszére hatni. Azt szoktam mondani a gyerekeknek, tudják is eddig 8-osok, hogy nem mindegy, hogy töltöd az időt, hogy itt most hátradőlsz, kényelmesen a szék megtart, és majd jut beléd valami, vagy pedig nekünk is elkezdett tanulni. Ha valaki folyamatosan készül, lényegesen könnyebb a dolga, mint egyébként, aki csak úgy valamiben belevelek. Fontos a folytonosság és a tökéletesre való törekvés. Ez a lényege a győzteseink köszöntésének is. Gratulálunk ehhez a szép teljesítményhez. Mi, amikor ezt indítottuk, és mikor elkezdtük a svédasztalos bulit rendezni, akkor mi azt mondtuk, hogy ha mi meghívjuk a tanulóinkat, akkor ezt nagyon komolyan kell venni. Tehát ez nem olyan, hogy kiteszek két tárca sütemény, aztán túl van tárgyalva, hanem ennek meg kell adni a módját. Tehát én azt gondolom, hogy mi egyébként mindennel nevelünk. Amikor ide gyerek az iskolába beér, akkor már neveljük azzal, hogy milyen a környezet, neveljük azzal, hogy milyen egy ünnepség, neveljük azzal, hogy annak az ünnepség a környezete milyen, meg hogy mi az, amit kap. Na most, ha mi mindig igyekszünk a maximum nyújtani, nagyon nehéz egyébként, és azért kollégám is mondják, hogy ez egy kicsikét húzós volt, igen, egy kicsikét húzós, egyetértek vele, de nekünk mindig a maximumot kell nyújtani a lehetőség szerint. Ez az én, azt politikán mondhatnám nyugodtan így.
De ez meghozza a gyümölcsét, mert a gyerek elkezd tudni viselkedni. Én azt gondolom, hogy aki most itt is volt, vagy bármelyik ünnepségünk van, látja, hogy a gyerek nem szövegel, nem bohózkodik, nem tudom, mit csinál, hanem próbál figyelni. Az is igaz, hogy a mi ünnepségünk és megemlékezéseink 30 perc és 40 perc, 45 perc között van. Nem órák kérdése? Nem. Röviden. Röviden is meg lehet csinálni olyan színvonalon, hogy az azt mondja, hogy na jó, ez végül is érdemes volt, meg el is telt az idő gyors, aztán nem nagyon zsipottam el. Tehát a szervezésre nagyon odafigyelünk, ennek egyébként már azért van hagyománya, megvannak azok a dolgok, amelynek a révén itt mi a beszerzéseket meg tudjuk oldani, a gyógyfürdő ZRT-t nagyon jól támogatunk, hiszen kapjuk ugye a vizet, de ezek kellenek, azt gondolom, hogy városi gyerekekről van szó, és én azt gondolom, hogy ezek olyan apró gesztusok, ami nekünk viszont nagyon sokat számítanak, és teljesíteszi, mert ugye szokták tőlem kérdezni, amikor máshol vagyok és tartok ilyen tájékoztatókat, hogy mikor meghallják a győztes a köszöntés, hogy ez mi. Hát mondom, a gyereke is mutatom a képekről, és svédosztalások a körben. Hát mondom, meg tudjuk mi is csinálni, csak úgy oda kell figyelni meg ezt a dolgot, és tényleg örömmel mondhatom, hogy most már azért Szabolcstól kezdve egészen Csongrádik, hogy elég sok helyen van már, ugye hol mosolynapja, hol örömnap, stb. Tehát ezek úgy azért átvették, és én nagyon örülök, mert mi nem azért csináljuk, hogy most hú, ez akkor más te csinálhassa, hanem hogyha tudja ezt újítani. És ezzel tud örömet nyújtani a gyereket, mert ez a lényege, hogy itt, még amit már egyszer mondom, hogy itt is még egyszer éljék azt, hogy na, volt egy nagyon jó buli, ami részletén is ezt, na, akkor csináljuk, hogy de jó volt, hogy küzdeni érte, és azt gondolom, hogy ez egy méltó megköszönése. Én mindig bízok abban, hogy az gyerekek ezt nagyon jól veszik, és én a mosolyt, ahogy jönnek kifele, látom, tehát akkor már nekem már megér, akkor jöntök ez a részemről a fákás mellett, és az sem hátány, amikor a szülők, mikor mennek el, megköszönik, hogy eljöhettek. Az elmúlt években a győzteseink köszöntése követőkre talált. A tökölés minta révén az országban egyre több intézményben tartják fontosnak az eredmények ilyen szinten történő elismerését.